Sziasztok! Most csak egy gyors HomeLab RM32 kidobozolást szeretnék megmutatni nektek, és ha lesz este egy kis időm, akkor még játszok is vele egy picit. Szóval ez egy vadonatúj HomeLab, ami a 80-as évek tervei alapján készült, minimális modernizációval. Nagyon szép a dobozolás, nagyjából egy cipős doboz méretű. A dobozban van egy gép, egy leírás, valami megtalálható benne, még tápegység és kábelek. Ezek a kábelek, gondolom a videó és az audio összekötetéshez kellenek, valamint ezzel lehet majd bejátszani, gondolom a hangot, mármint hogy a programot. És van egy SD kártya is, ami nem tudom mi van, de ezt majd még megnézem. Ezt fél is teszem, nézzük meg mit tudok írni. Tehát a gép. Szépen be van csomagolva. Szépen be volt csomagolva. Mit is lehet látni a gépről? Először is azt, hogy ez egy nyomtatott házban van. A nyomtatás minősége az igen szép. Fényes, nem tudom mennyire látszik. Igen, látszik, hogy csillog. Amit még látni, hogy egy fólia tasztatúra van rajta. A hangja alapján nem fóliának hangzik. Na majd ezt meglátjuk, hogyha szétszedjük. Pár apró csavar fogja össze, körülbelül 1-2, meg még itt van 3, nem tudom mennyi. Jó rá tudod fókuszálni. Tehát itt van még 3 csavar, meg ezen az oldalon is van 1, meg hátul is vannak még csavarok. Jó, össze van csavarozva. Van 2 hűtőport. 1-2. Valamint a hátlapon egy lerakatnyi kapcsoló. ROM Select, ezzel lehet átkapcsolni a HomeLab 3 és a 4 romja között, Karakter Select, ezek különböző karakterkészletek között lehet átkapcsolni, valamint van egy 32x64, amire először azt hittem, hogy 32 és 64 kilobájt között lehet átkapcsolni, de emlékeztem arra, hogy nem volt 64 kilobájtos HomeLab, ezért aztán fellapoztam a gépkönyvet, ami csak pár oldal, de megvannak benne a bővítők, megvan benne az alaplapon, mi hol található, és ami számunkra most érdekes, megtalálható benne az, hogy a 3.7, 5. oldal 32x64 képfelbontás váltás. Tehát ez a kapcsoló arra szolgál, hogy egysorban 32 vagy 64 karaktert jelenítsen meg. Save, load, ebből ugye kétfajta port van. Igazándiból én ezt fogom használni, mert mobiltelefonnal tervezem bejátszani a programokat, valamint van hang és videó kimenet is. A táp modernizált, tehát 915 voltig bármit elfogad, gondolom belül van egy kapcsolóüzemű tápegység, de még nem néztem be. Szóval ez a HomeLab komputer, és Nagy Attila készítette. Nézzünk bele. Oké, szóval szétcsavarozom. Oké, szétcsavaroztam, most már csak szét kell nyitni, szépen finom. Így. Jó, ne feszüljön, ezt kikötöm. Meg ezt is. Akkor lássuk, a billentyűzeti ránézésre egy nyákba vannak beforrasztva mikrokapcsolók. Igen, ezek mikrokapcsolók. És itt van a gépnek a nyákja. Ha ez nem fekete színű lenne, akkor még korhűbb lenne, de ez lenne a legnagyobb gond. Egy modernizált tápellátással van dolgunk, ami tök szuper. Z80-as CPU, van itt egy mikrochip AY3. Ez egy hangvezérlő lesz, van 2 EEPROM, ebben van a HomeLab 3-nak és a 4-nek a romja, ebben pedig a karakterkészlet, ahogy láthattuk átkapcsolható módon. Ezek memóriák lesznek, ez lesz a gondolom a karakterhez tartozó memória, tehát a megjelenítéshez tartozó, ez pedig amiből dolgozik. Statikus RAM-okat használ, már ugye ezek olcsók, nem 4116-okból, 4164-ekből építette fel memóriát.
Sokkal kevesebb IC, kevesebb hiba lehetőség, és szépen foglalatban van minden. Nagyszerű. És egy lerakatnyi TTL IC. Picit modernizálva, azért ki lehet szúrni, szépen biztosítékkal. Szóval más már nincsen hátra, mint ki kell próbálni, de erre majd csak este kerítek sort. A gépet előkészítettem. Monitor. Itt van a home. És fogtam egy videókonvertert. Ezzel rákötöttem szépen a monitorra. Most pedig kapcsoljuk be. Tehát ezek szerint most akkor a 3-as HomeLab ROM-ot töltöttem be. Ezt elkapcsolom, és megreszetelem. Akkor 4-es HomeLab-bel tölt be. Na hát, mit is lehet kipróbálni? Az első próba, amit mindig meg szokott tenni az ember, kicsit pötyögünk, basic. Szóval nem ez lesz az a billentyűzet, amelyiken órákat fogok gépelni. Lehet hallani, hogy egyrészt pittyeg, másrészt meg kicsit nehézkes azért ezen gépelni. De hát akkoriban sem volt jobb billentyűzet, amikor ezeket eredetileg előállították. Oké, próbáljuk megállítani. Meg kéne tölteni egy programot. Tehát a játék betöltéshez semmi más nem csináltam. Itt egy kábellel, ide a hangbemenetre rákötöttem a telefonomat, amire átmásoltam azokat a WAV fájlokat, amiket az SD kártyán találtam. Tehát töltsük be. Ami érdekes, hogy elindítom először itt a telefonon, aztán pedig. Tehát most akkor csak ki kell várni azt a 3 perc, 16 másodpercet, amíg betölt a program. Jó tudni, hogy a betöltésnél megfelelő szintet kell beállítani. Van ez az indikátor LED. Ha ez megfelelően világít, majdnem úgy, mint a power LED, akkor megfelelő hangerővel hallgatjuk vissza a WAV fájlt. Szépen fokozatosan növeltem a bemeneti hangerőt, pontosan a telefonon a kimeneti hangerőt, remélem, hogy most már be fog tölteni. Hoppá, megint errort kaptam. Na, akkor próbálkozzunk tovább. Ez a 6. próbálkozás. Tovább emeltem a hangerőt. Az előzőnél már betöltődött, de rá kellett, hogy jöjjek, hogy ezt 64 karakteres képernyővel lehet játszani ezt a játékot. Tehát ismét töltetem be. Ha azt nézem, akkor 20 perce másra csinálok, csak próbálok betölteni szalagról, pontosan a Wi-Fi-ból egy játékot, Galaxy Invasion, szuper betöltődött. Ez egy bináris, amit onnan lehet tudni, hogy itt kiírta, hogy honnan kell elindítani. Nagyszerű, és azt mondja, hogy 7E, D, 5. Ó, szuper. Na, akkor játszunk. Van egy jó kis HomeLab 3-4 kompatibilis gépem, ami ugyanazt tudja, mint egy eredeti HomeLab, de ez egy kicsit kevésbé félre nyúzza az ember. Innen már el is búcsúzom, remélem tetszett nektek ez a kis unboxing és bemutató. A blogomban kicsit részletesebben is írok a gépről. Sziasztok!